Egy nagy visszatérésről tudunk beszámolni a kedves nézőinknek a folytatásban. 5 év után ugyanis újra visszatér a Budapesti Színházak éjszakája. Ez mindig egy nagyon izgalmas programsorozat volt, és lesz is akkor ezek szerint a jövőben. A Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját, Benkő Nórát köszöntjük. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és csak azért szoktam oda mondani, hogy a Kristály Színtér vezetője is vagyok, hogy így is tudassuk mindenkivel, hogy a Kristály Színtér működik, egy új színtér a Margit szigeten, egy kulturális színtér, ami egyébként a Budapesti Színházak éjszakájának is az egyik állomása, mert hogy 43 színház csatlakozott, képzeljétek el, a Budapesti Színházak éjszakája programhoz. Nem volt még ennyi, és itt a műsorfüzet nem megérte várni. Köszönjük. Most azt nem olvassuk föl. De 250 program van benne, légy szíves, az összeset olvassuk föl. Egyébként jobbnál jobb programok. És szerintem talán kiéhezett a közönség is rá, és a színházak is. Ugye 5 éven keresztül nem volt, a Covid elsodorta, 19-ben volt utoljára a Budapesti Színházak éjszakája, és hát 43 színház csatlakozott, mi is nagyon megdöbbentünk. Az Operaháztól, az operetten keresztül, itt volt most a Dolhai Attila, de kisebb színházak, függetlenek, magánszínházak, Hadszín, Jurányi, Örkény, Radnóti, még a Budaörsi Játék, a Budaörsi Latonovics Színház is. A közönség számára miért értékes? Egyrészt a színházaknak van egy törzs közönségük is, remélem, hogy azért most átlátogatnak majd más intézményekbe, meg hát egészen szó szerint be lehet pillantani a kulisszák mögé, ami jelenti azt is, hogy rendezést kipróbálhatják, jelenetírást kipróbálhatják, maszk készítést kipróbálhatják a résztvevők, tehát sokkal több lesz ez annál, mint sem, hogy beléphetnek olyan terekbe, az épületbe, ahova egyébként máskor nem, vagy találkozhatnak testközelből is az alkotókkal. Nagyon jól összefoglaltad, ez a lényege. Máté Gábor, amikor 2012-ben kitalálta, illetve Berlinből importálta ezt a programsorozatot, akkor ez volt tulajdonképpen a filozófiája, és azóta is ez, hogy olyan programok legyenek, amikhez egyébként nem lehet hozzájutni. Általában látunk egy előadást a színházban, és nem tudjuk megnézni, hogy mit csinál a kellékes, a jelmezes, az öltöztető, a zsinóros, vagy bárki. És hogy most betekinthetünk a kulisszák mögé, nyílt próbák lesznek mindenhol, tehát megnézhetjük, hogy milyen, amikor ordibál a rendező a színészekkel, reméljük ilyen már nincs, de szóval, hogy nagyon-nagyon különleges és rendhagyó élmények lesznek. Mondom, 250 program, aminek a fele regisztráció nélkül látogatható, tehát tulajdonképpen egy karszalag kell hozzá, és ezzel a karszalaggal, ami a jegyet kell beváltani karszalagra, lehet menni egyik színházból a másikba. Én is ott leszek egyébként, csinálunk egy ilyen road movie-t, és megnézzük, hogy hol milyen események zajlanak, és reggel 9-től hajnalig lesznek bulik és programok. Egyébként pont a videóklipet látjátok. Mert hogy van egy hivatalos dalotok? Igen, a hivatalos dalunk a Kis Tibiék éneklik, az Aranyakorban az Én Budapestem című dal egyébként ez, amit átírtak erre az eseményre, színházasiat, hogy mondjuk ezt? Színházasiasítottak. Ez tökéletes, így igen. És a lényege az volt, hogy képileg minél több színház híres színésze jelenjen meg egymás mellett, és lehet együtt énekeljenek. És több mint 20-valahány színház színészét láthatjátok itt a klippen, és hát szerintem egy igazi lelkesítő budapesti dal, mert hogy ez a Budapest 150 eseménysorozat része. Rendkívül színes a programsorozat, és egyenként is beszélgethetnénk bármelyik programról. Nézd el nekem, hogy azért egy gyeng kifejezetten megakadt a tekintetem, ami úgy hangzik, hogy erotikus táncúra Szabó Győzővel. Mindenképpen szeretnénk megtudni a részleteket. Nagyon péntek van már neked, úgy látom. Itt van a háttéranyagban, tehát ha nem szerettek volna róla beszélgetni, akkor bele se írják, ugyebár. Na most azért, tehát hogy ezt azért tegyük rendbe, kérlek. Igen. Az Alul Semmi című előadás, ugye megy egy film adaptációja a Thália Színházban, és ott 30 jelentkező férfi néző kipróbálhatja ezt az erotikus táncot, amit ugye egyébként látunk a filmben is, és hát a színpadon is megjelenik, hogy ugye a férfiak, teljesen civil férfiak, hogy lejtenek erotikus táncot, és hát ez is egy ilyen mókás történet magyarán lesz. Workshop lesz. Igen, de hogy nagyon sok ilyen improvizációs elem van,
van egyébként a színházak éjszakáján, amikor a nézők szinkronizálhatnak, a nézők beszállhatnak egy-egy előadás próba folyamatába, ők improvizálhatnak, tehát olyan dolgokat csinálhatnak, amit egyébként nézőként, ugye passzív nézőként egyébként nem tehetnek meg, úgyhogy ez holnap lesz nagyon fontos, tehát aki még nem vett rá jegyet, még online megteheti, illetve az Operett Színház jegyirodájában személyesen is lehet jegyet venni, és nagyon fontos, hogy karszalagra kell váltani, és 5 helyre meg regisztrálni is lehet, úgyhogy menjenek, mert hogy gyertek, inkább így mondom, mert a Báb Színháztól kezdve a Magyar Színházon át az Új Színházig, és a... Ez nagyon fontos volt, hogy Báb Színház, tehát hogy a gyerekekről eddig nem is tettünk említést, mert pedig ha kultúráról, színházról, zenéről, művészetről beszélünk, akkor gyakorlatilag igen. Külön nekik is készültök egyébként programmal, vagy a szülő, aki viszi magával a gyereket, vélhetően egyszer csak talál magának olyan célállomást, ahol van gyerekeknek is program. Ez nagyon fontos, hogy minden színház maga döntött el, hogy milyen programot, hogy tehát nem mi mondtuk, mi a Városmény Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér a szervező csapat, és minden színházra rábíztuk, hogy milyen programokat csinál. De ugye jól érezték azt, hogy délelőtt inkább gyerekes programokat kell csinálni, úgyhogy sok helyen lesz, például a Báb Színházban, a Magyar Színházban biztos, hogy lesznek gyerekprogramok, vagy az Új Színházban is lesz gyerekelőadás délelőtt, mert lesznek előadások is, ahova be lehet menni. De például forró kakaózás lesz a Báb Színházban már 10 órától, utána lehet bábokat készíteni, tehát alkotóműhely lesz, és sok helyen a gyerekeknek is, a Magyar Színházban egész nap programok lesznek a gyerekeknek, hiszen az ifjúsági színház a profilja a Magyar Színháznak. Benkő Nórának, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatójának köszönjük! Köszönöm szépen a meghívást!